A 80-as évek elején épült Gödöllő Blahai részén a Napsugár étterem. A 30 éve megszakítások nélkül sikeresen működő családi vállalkozás tulajdonosával, Kulai Lászlóval beszélgettünk. Hát ez 1981-ben, amikor lehetőség nyílt arra, hogy magán vendéglátóiparok, vendéglátó egységek működjenek, akkor jött a ötlet, hogy megpróbálunk egy éttermet nyitni. Ez a városi tanácsnak a területe volt. Kerestük a területeket, másodszor kaptunk el a helyiségre, vagy el a területre, ahol végül is másfél éves húzavon után megkaptuk az engedélyt, az építési engedélyt. 1982. szeptemberében és 1983. június 1-én nyitottunk. Egy családi vállalkozás volt a feleségemmel, édesapámmal, anyósommal, tehát így kezdtük el ezt a vállalkozást, majd egy fél év múlva csatlakozott a bátyám is a társasághoz, és hát sajnos édesapánk már nincs közöttünk. Az anyósom az már korban, akkor is nyugdíjas volt, tehát már azért esett ki a dologból, feleségem meg ketten csináljuk az üzletet. László elmondta, hogy nagyon sokat gondolkoztak az étterem nevén, és végül azért maradtak a Napsugárnál, mert talán ez adja át azt az érzést, azt a melegséget, amivel ők várják a betérő vendégeket. Az évek során többször alkalmazkodtak az emberek ízlésvilágához, ami szintén a sikerüket növelte. Megpróbáltunk a helyi viszonyokhoz igazodva egy olyan étlapot összeállítani, amit gondoltuk, hogy esetleg megnyeri a vendégeknek a tetszését, és utána mindig alakítottunk rajta. De azt hiszem, az első étlap is nagyon jól sikerült már. Hogyan változik az emberek ízlése egyébként, mert tehát ezt egy étteremben lehet a legjobban mérni? Változik, hát nyilván a kornak megfelelően különböző hullámok jönnek, együnk sok zöldséget, együnk majdnem vegetáriánus ételeket, aztán próbáljunk meg bioételeket, tehát sok minden változott. Jelen pillanatban is változik, mert mi is igyekszünk a legújabb technológiát megtanulni. Most a sous-vide technológiát próbáltuk elsajátítani, ami nagyon bevált, és hát elég sikerült elég magas szintre hozni az üzletünkben. Ez vákum alatt való főzést jelent. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az ételeknek a minősége sokkal jobban megmarad, mivel nem föl ki vízben vagy sütőben nem fog kiszáradni, hanem vákum alatt történik a főzés. Ezt úgy kell elképzelni, hogy itt van egy ilyen vákumgép, ami most ebbe készülnek zacskóba, tehát ilyen vákum zacskóba, főzhető vákum zacskóba, mindjárt mutatok. És egy személyes ételek készülnek el, ami kacsamell, bélszín, tehát előre így elő van készítve, és akkor csak be kell ebbe a dologba tenni, átsütni itt a grillapon, és kész. Tehát az a hosszú folyamat lerövidül, ami egyébként lenne az a 15-20-25 perc, ez lerövidül 5-7 percre. Hát itt készülnek az ételek, amikor ugye egy nagyobb forgalom, itt a frissen sültek készülnek. Van egy olyan sütőnk, ami racionál, ami főz, süt, párol, melegen tart, tehát ez mindent tud. És itt olyan a felszereltség, hogy igazából nagy létszámokat tudunk kiszolgálni. Az ételeinknek a 80%-a frissen sült, és hát olyan a csapat, hogy képes ezt akkor pillanatnyilag frissen elkészíteni. Természetesen a különböző technológiákon túl az alapanyag minőségére is odafigyelnek, csak termelőktől vásárolnak, így segítve a többi családi vállalkozást. Nagyon fontos az alapanyagnak a beszerzése, mert csak jó alapanyagból lehet jó ételeket készíteni. Ezt mi úgy oldottuk meg, hogy a testvérem szerzi be az árut, elmegy a nagybani piacra, nyilvánvalóan a legjobb árut fog elhozni, olyan áron, amire nem lakodik rá más kereskedelmi költség még. A hústermékek is a legjobb helyekről vannak, a baromfi termékek is, ami mondhatom azt, hogy 20 éves kapcsolat, és mindig a legszebb árut kapjuk, tehát abból könnyű lesz dolgozni.
Jelenleg több szakáccsal dolgoznak, Jeszenszky Gábor a konyhafőnök, de László is főz mind a mai napig. Az első időben vagy két évig nem volt más szakács, a feleségemmel főztünk, az anyósom is főzött, tehát ő csak egy háziasszony volt, de csodálatos ízű leveseket tudott készíteni, és az idő folyamán bővítettük a személyzetet, és jöttek szakácsok, most jelen pillanatban már négy szakáccsal dolgozunk. Van-e olyan étel vagy recept, ami csak itt található? Van, igen. Van blahai gombócleves az egyik, nek a neve, ugyanis ez a területet Blahának hívják, és csináltunk egy ilyen nevű ételt, ami teljesen egyedi, blahai gombócleves, és hát nagyon sokan szeretik is a vendégek. Ez már rajta van az étlapunkon közel 30 éve. Az étlapon szereplő étel különlegességeken felül svédasztallal és salátabárral is várják a betérőket. Mikor mi ezt elkezdtük, akkor még nem volt divat Magyarországon a svédasztal. A vendégek eléggé visszafogottan járták körül, de utána megszokták. Ez egy nagyon jó étkezési lehetőség, mert körülbelül olyan 20 féle hidegétel van a svédasztalon, 14 féle melegétel, salátából egy 30 féle desszertek vannak, levesek, és a vendégenek egy korlátlan fogyasztása áll a rendelkezésére, és mindenből csipegethet, annyit szed, amennyi jól esik neki. Mai nap már a hétvégi étkezéseknek a 70%-a így működik. Az eltelt évek során szintén a vendégek legszínvonalasabb kiszolgálása érdekében az éttermet is bővítették, nem csak a kínálatot. Gyakorlatilag ez egy nyitott kerthelyiség volt, ahol most ülünk, és hát idővel egy olyan 7-8 év ezelőtt egy téli kertet alakítottunk ki belőle, ami nyáron teljesen nyitható, mert harmonika szerűen az ablakok széthúzhatók, de viszont télen is fűthető és meleg helyiség van. Azon kívül van még egy hátsó ilyen saláta bár, ami menet közben lett hozzá építve még. Ennyivel lett bővítve az étterem. Az így kialakult étterem most már rendelkezik egy téli kerttel, galériával, fedett kerthelyiséggel, salátabárral és természetesen egy bár résszel is. Ez a galéria, ez már akkor is épült, ez, amikor... Igen, ez akkor is megvolt. Hát át lett építve, de működött már a galéria akkor is. Tulajdonképpen hány ember tud egyszerre leülni itt az étterembe? 180 főt tudunk leültetni. Durván olyan 80-90-et a galérián, és ugyanennyit a földszinten is. Itt fönt is szoktunk kisebb esküvőket bonyolítani, egybe tudunk teríteni. Úgyhogy a svéd asztal véget inkább napközben a lenti rész megy jobban. A vendégek elismerésén túl számos szakmai kitüntetést is kaptak a nyitás óta. A legértékesebb talán a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség által odaítélhető védnöki tábla. Ahhoz, hogy valaki ezt az elismerést megkapja, számos kritériumnak kell megfeleljen úgy, hogy nem is tud róla, hiszen az értékelőbizottság tagjai inkognitóban látogatják meg az éttermet. A Nemzetközi Gasztronómiai Szövetség is felvett az értékvédőknek a soraiba, tehát ez is mind azt jelenti, hogy egy szakmai elismerést kaptunk. Ugyanakkor Gödöllön a Gödöllővárosért kitüntetést is megkaptuk, ami a gödöllői vezetőségnek volt, a vezetésnek volt a elismerése felénk. Az eltelt 3 évtized alatt készült képekből egy fotómontást tekinthetnek meg a vendégek az étteremben, ahol még talán saját magukat is felfedezhetik. Ez itt az indulás, az első kapavágások, amikor az alapokat ástuk ki. Ez rögtön a nyitásnak a bulia, ahogy elkezdtük, tehát a meghívott dolgozóknak csináltunk egy ilyen nyitóbulit. Ezeken ez látható. Itt aztán egy-két prominens személyiség található, Habsburg-Otto. Itt például ezen a képen, jön el a lépcsőn, amerikai nagykövet volt itt. A kezdetben ezek a konyhai személyzet, az akkori személyzetnek a képei. Hát akkor ők voltak az első csapat? Igen, ők voltak az első csapat. Édesapám, aki az első kapavágástól segítkezett, és mint nyugdíjas dolgozott itt 23 éven keresztül. Feleségem, aki szintén a mai napig is a konyhában együtt dolgozik. És a pici baba?
ő most a legkisebb unokám, aki két hónapos. Uh-huh. A gyerekek is bekapcsolódnak esetleg a vállalkozásba, az étteremben? Unokám, aki jelen pillanatban tanuló, és ez uh-huh. ő lenne az. Uh-huh. Szakácsnak tanul, igen. Itt pedig már vendégek vannak a jelen korból. Három évtized alatt sokszor voltak hullámvölgyek, árult el az étterem tulajdonosa, de mindig talpra álltak, közös erővel, összetartással. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy talpon tudtunk maradni, és ezt a színvonalat tudjuk 30 éven keresztül produkálni a vendégeink megelégedésére. Vendégek, nagyon sok visszatérő vendégeink vannak, ami azt is jelenti, hogy meg vannak elégedve a minőséggel is és az egész környezettel. Ennek az a titka, hogy lelkiismeretesen kell dolgozni folyamatosan. Én a mai napig is a konyhán vagyok bent, délelőtt főzök, délután itt vagyok kint a vendégekkel foglalkozom, és hát egy olyan társaság kell, aki szívvel-lélekkel dolgozik, és nagybetűs nálunk a vendég. Megbecsüljük a vendégeket, és ez a titka az egésznek.